Nagyon hálás vagyok minden szentért, a magyar szentekért is, és a világegyház szentjeiért is. Ők az életükkel és a példájukkal arról tesznek tanúságot, hogy Jézus szavai igazak, hogy Jézus szavai tettekre lehet váltani minden korban, minden körülmények között, minden életállapotban, házasságban, családban, papságban, szerzetességben, vagy egyedül létben. Azt az örömhírt hirdetik, hogy Krisztusnak igaza van, és nem lehetetlen szentté válni, mert az életszentség az a teljes életet jelenti. És a mi hivatásunk az életszentség. Isten azt várja tőlünk, hogy szentek legyünk és szentté váljunk. Én nagyon hálás vagyok minden karvezetőért, minden kórustagért, minden áldozatért és szolgálatért, amit a Szent Liturgiában végeztek, amit az egyházért bárhol, bármilyen körülmények között tesztek. A Jóisten áldjon meg érte benneteket. De a Jóisten többet vár tőlünk. Neki szent karnagyok, szent életű kórustagok, rá van szüksége, mert többet kell adnunk az énekünknél, többet kell adnunk a művészetünknél. Ez mind Isten dicsérete, és csodálatos. De a hivatásunk az életszentségre szól, és ez érvényes a püspökökre, érvényes a papokra, diákonusokra és akolitusokra, minden megkeresztelt katolikusra érvényes. Többet vár tőlünk a világ. Nem csak művészetet, nem csak szolgálatot, nem csak liturgia és szentmise bemutatást. A szentséget kell felragyogtatnunk a saját életünkben, a cselekedeteinkkel, a gondolkodásunkkal, a kapcsolatainkkal, a világhoz, egymáshoz, az egyházhoz való viszonyulásunkban. És Szent Erzsébet, akinek ma az ünnepe van, élő bizonyság, és több száz éve ragyog az élet példája, és ma is megérint embereket, férfiakat és nőket, akik az ő példája láttán akarják Krisztust követni a mi korunkban. A szentmise bevezető könyörgésében azt imádkoztuk, hogy Istenünk, Te megadtad Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. Erzsébet nem csak meglátta Krisztust a szegényekben, hanem szerette is Krisztust a szegényekben. Mivel ti a liturgián szolgáltok, a szentmiséken szolgáltok, vagy egyházi programokon szolgáltok, nem szabad elfelejteni, illetve szeretném a figyelmetekbe, figyelmeteket az eukarisztiára irányítani. Erzsébet is azok közé, a szentek közé tartozik, akik nem csak az eukarisztiában ismerték fel Krisztust, a megtört ostjában jelenlévő Krisztust, és nem csak a megtört ostjában szerették Krisztust, és vették magukhoz, hanem felismerték a megtört emberekben jelenlévő Krisztust. És Jézus azt mondta, hogy szegények mindig lesznek veletek. És az ítéletnek, az utolsó ítéletnek a mércéje, hogy mit tettünk Krisztussal,
mit tettünk Krisztussal a megtört emberekben, nem csak azokban, akik látványosan mély szegénységben vagy szegénységben élnek, minden megtört testvérünkre gondolok, akik szenvednek, és a szenvedésnek nagyon sok fajtája van. Mit tettünk Krisztussal a szenvedőkben? Mit tettünk Krisztussal a megtört emberekben? Ez a legfontosabb kérdés, és az utolsó ítéleten ez alapján állítanak bennünket jobbra vagy balra. Ez lesz a legfontosabb kérdés. Mit csináltunk Krisztussal? Tegyétek teljessé az Isten dicséreteteket, a liturgián, a szentmisén való szolgálatotokat azzal, hogy nem csak az éneketekkel, művészetetekkel, odaadottságokkal dicséritek az Istent, hanem szolgáljátok őt a megtört, a szenvedő testvéreinkben, testvéreitekben. És az idők jeleihez tartozik, hogy ezeknek a létszáma nem csökken, hanem növekszik. Egyre többen vannak körülöttünk, ködöttünk, akiket összetör a rettegés, a félelem, a nélkülözés, a infláció és a válságok, a jövő nélküliség. És ti vagytok azok, akiket Isten kiválasztott arra, hogy hittel legyetek jelen közöttük. Hittel szolgáljátok bennük Krisztust, aki éhezi és szomjazza a szeretetet. Ti vagytok Krisztusnak a szeme, ti vagytok Krisztusnak a keze, ti vagytok Krisztusnak a lába, ti vagytok azok, akik Isten szeretetét el tudjátok vinni ezekhez az emberekhez. És ez, ha ezt Isten szeretetére válaszként teszitek, akkor még gyönyörűbben fog szólni az éneketek, az Isten dicséretetek, a szentmiséken, a liturgikus alkalmakon, mert találkozik a szentség a szegénységgel, a megtörtséggel, a szenvedéssel. Adjunk hálát Árpádházi Szent Erzsébet bátorságáért. Nagyon bátor volt. Akkor sem nézték jó szemmel a keresztények azokat, akik radikálisabban, komolyabban szerették volna követni az Úr Jézus Krisztus példáját. És nem csak nem nézték jó szemmel, hanem bántották is, ahogyan ma is előfordul. Te Erzsébet bátor volt. Kérjétek a bátorság lelkét, hogy akarjatok többet, teljesebbet a Krisztus követésből, az evangélium megéléséből. És akkor ez gyönyörűvé teszi mindig a szolgálatotokat. És akkor nem csak egyszerűen énekeltek, zenéltek, szolgáltok, hanem szenvedélyes szeretettel fogjátok dicsőíteni az Istent, mert találkoztok vele az Eukarisztiában, az oltári szentségben, a szentmisében, és találkoztok vele a megtört szegény testvéreinkben. És a kettő egységbe kerül, és erősíti egyik a másikat. Kérjétek Szent Erzsébet közbenjárását, hogy merjetek, és akarjatok ti is szent katolikus keresztények lenni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.